Ez itt az elemző Lakner Zoltán politológussal, a jelen főszerkesztőjével, én Benyó Rita vagyok. Két hete azt mondta Zoli, hogy Magyar Péter nyerte meg azt a hetet, mert hogy bekerült a néppártba, míg Orbán Viktor pedig úgy tűnik, hogy csak kújtorog. Na hát nagyot változott a világ. Egyrészt nem láthattad előre, hogy másnapra Magyar Péter azzal tölti meg a magyar sajtót, hogy hogy bulizott, ami szinte felettette a politikai teljesítményét, és azt se lehetett feltétlenül előre látni, hogy Orbán Viktor egy patrióta frakciót gründol. Gründolta-e már ezt a frakciót? Lehet-e, hogy mondjuk ennek a hétnek a végén meg azt mondjuk, hogy Orbán Viktor nyerte a hetet? Vasárnap június 30-án volt ez a Bécsi találkozó, ahol a német nem német. Az osztrák szabadságpárt és a, és a cseh volt miniszterelnök André Babis ö, ö, találkozott Orbán Viktorral, és aláírták ezt a bizonyos nyilatkozatot a Patrioták Európáért elnevezésű nyilatkozatot, ami nagyjából hát a megismétlése volt Orbán Viktor egy nappal korábbi Magyar Nemzet cikkének, és nagyon érdekes volt figyelni, ha ugye az embernek ilyen remek szakmája van, akkor például a vasárnap délelőttjét azzal tölti, hogy hogy ilyen sajtótájékoztatókat nézen, tehát egy óra alatt egyetlen csatlakozásra váró további pártnevét nem mondták el, viszont következetesen frakcióról beszéltek. Azóta Orbán Viktornak két megszólalása volt, amiben hát megerősítette ezt a szándékot. Most éppen ott tartunk, hogy a péntek délelőtt beszélgettünk, a Péntek Reggeli rádió július 8-át hétfőt, ugye a francia választás másnapját jelölte meg a frakció megalakítása napjaként. Hát én türelmes ember vagyok, és nem jó, tehát én ezt most már ki tudom várni. Ugye a legnagyobb találgatások azt övezték az elmúlt napokban, hogy mi a viszonya ehhez a frakció alakításhoz Márin Löpennek, aki az identitás és demokrácia frakció, párt, család meghatározó személyisége, és a francia nemzeti tömörülés annak a meghatározó ereje. Ugye ebben a hármas Bécsi találkozónak a, a, a programjában őról a sem esett ő, szó, és eddig ugye egyetlen párt, a Csega csatlakozott a három kezdeményező, és tényleg az a kérdés, hogy kik lesznek a többiek, és hogyha vannak többiek, akkor azok egyszerűen nem nagyon tudnak máshonnan jönni, mint az Identitás és Demokrácia frakcióból is. Ugye vannak parlagóheverő, független képviselők, pártok, de kell jönniük további pártoknak is, az FPÖ-n és a Csegán túl az identitás és demokráciából, és akkor ugye arról szóltak sajtóírek a hét folyamán, hogy most akkor mi történik, hogy ez egy előreegyeztetett lépés volt Löpennel, vagy pedig Orbán kezdeményezett valamit, aminek a végeredménye az lesz, hogy ő egy frakcióban találja magát Löpennel, de nem úgy, hogy ő belépett az ő párcsaládjába, hanem úgy, hogy hát tulajdonképpen újraformálta ezt a politikai teret, a, egy olasz lap írta, hogy Löpennel egyeztetés volt, a Bloomberg is ezt írta, de például ma reggel azt lehetett olvasni a népszavában Rónai Tamás kiváló külpolitikai újságírótól, aki beszélt a francia tömörülés egy vezetőjével és egy francia a vezetőjével, akik azt állították, hogy szerintük nem volt ilyesfajta egyeztetés, de a dolog végeredménye mégiscsak az lehet, és ennyiből nem tévedtünk talán akkor át, a dolog vége mégiscsak az lehet, hogy több próbálkozást követően, a népárból való kizárást követően és az ECR-be való be lépést és benemengedést engedést követően mégiscsak az identitás és demokrácia frakcióban fognak kikötni a fideszes képviselők, csak Orbán arra valóban képesnek tűnik, hogy ezt így a maga arculatára formája, és nem annyira egy pont megoldásnak lehet ezt eladni, mint egy saját frakcióként, egy saját kezdeményezésként. Ugye közben a Magyar Uniós elnökség is megkezdődött, és redesül ezt úgy kezdte Orbán Viktor, hogy a gyakorlatilag két éve várt találkozó Zelenszkijel, az Kievben most meg is történt. Sokan azt mondták, hogy ez egyébként az uniós helyezkedésnek is az ára, hogy ő oda menjen. De mindeközben Szijjártó Péter ugyanaz Lavrovval telefonál, és már tudjuk, hogy megy Moszkvába is Orbán Viktor. Ez az egész csomag így, hogy hat a Magyar Uniós elnökségre, és hogy hat Orbán helykeresésére Brüsszelben. Ez az egész uniós elnökség egy nagyon érdekes konstrukció, hiszen ugye még arról is szó volt, hogy Magyarország úgymond elveszik ezt a lehetőséget, szerintem ennek sohasem semmilyen realitása nem volt de az nyilvánvaló volt, hogy egy olyasfajta uniós elnökség elé nézünk, ugye Orbán Viktor következetesen rotációsnak mondja, angolul persze valóban ezt a szót használjuk, de hogy a soros szót még ebben az összefüggésben sem elítik ki, szóval, hogy nyilvánvaló volt, hogy ez a magyar elnökség, ez az hiszem nem annyira a kezdeményezésekről fog szólni az európai partnerek számára, inkább arról, hogy hogyan próbálják hát, megúszni és hogyan próbálnak előre elrendezni ügyeket, lást például az uniós top vezetők, csúcsvezetők személy leosztását, még a belga elnökség idején be csusszantották a, 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 az agendából, és hát vannak olyan kérdések, amelyekkel kapcsolatosan persze a magyar elnökségnek vannak szándékai, mondjuk az uniós versenyképességet illetően, de hát ebben nem Magyarország lesz a kezdeményező, hanem Mário Drági készít most már hónapok óta egy uniós versenyképességi tervet. Viszont hát Ormán Viktor szerintem elég tapasztalt politikus ahhoz, hogy egy ilyen helyzettel képes legyen élni, mások értelmezésében visszaélni. Tehát akárhogy is, erről is beszélt ugye ebben a péntek reggeli interjúban azt mondja, hogy ő tudja, hogy például Moszkvában nem az unió soros elnökeként megy, de hát csak az, és hogy uniós állam vagy kormányfő nem találkozott Vladimir Putyinnal 2022. áprilisa óta, Orbán Viktor kivéve, Moszkvában utoljára az osztrák kancellárját 2022. áprilisában, ami annyiból egy emlékezetes látogatás volt, hogy bár akkor már zajlott a háború, de Karl Nehammer elmondta nyíltan a sajtótájékoztatón is, hogy agressziónak tartja azt, amit Oroszország Csinál, tehát erre például érdemes lesz odafigyelni, hogy vajon ez a kifejezés, ha ez találgatás kérdése egyáltalán, el fog-e hangzani Orbán Viktortól, vagy sem. És hát tehát Kievben elhangzott, az egy más kérdés, hogy igen. Moszkvában is elhangzott. Ez pontosan szerintem egy nagyon komoly kérdés. Az kétségtelenül egy változás, hogy egyáltalán sor került a kievi látogatásra, és ennek szerintem volt olyan motivációja, hogy a ezt az európai mozgásterét Orbán megpróbálta azzal kitágítani, hogy ezt a kötelező feladatot elvégzi. De, hogy ugye még aznap telefonálni kellett Szijjártó Péternek, Szergei Lavrovhoz, azért mutatja a magyar külpolitikai mozgáster behatároltságát. És ugye azóta azt is tudni lehet, hogy ezt a garambölgyi flóra, illetve Ponyi Szabolcs ha jól értem, ezt nem egymástól függetlenül jutottak olyan információkhoz, amelyek arról szólnak, hogy a ezt a moszkvai látogatását Orbán Viktornak már a Kijevit megelőzően elkezdték tervezni, tehát nem is csak arról van szó, hogy Kievbe úgy lehet elmenni, hogyha moszkvai látogatás is van, hanem ezek szerint a Kijevire eleve csak úgy kerülhetett sor, hogy volt talomban egy moszkvai látogatás is. Ez megint csak azt gondolom, hogy az ország külpolitikai függőségét jelzi, ami hát szerintem ez egyik legfontosabb kérdés kellene, hogy legyen a magyar közéletben. Ezen kívül Orbán Viktor mindig törekszik arra, hogy ő a tényleges nemzetközi politikai befolyásánál jelentősebbnek látszódjon. Ugye most ilyen tűzszüneti Topogatózásként keretezi ezeket az utakat, ahogyan 2022 elején is a béke megőrzését tűzte ki célul, ugye az volt az indoka az akkori moszkvai látogatásnak, miközben Hát éppen ezen a héten például ö, ismét Putyin elnök elmondta, hogy ő csak egy olyan tűzszünetben érdekelt, és csak olyat fog elfogadni, ami nemhogy az eddig elért területi nyereségeit rögzíti, de arra is biztosítékot kap, hogy a tűzszünet idején ö, nem fog ö, Ukrajna fölkészülni a háború folytatására, és ezt. Indirekt módon Ormán Viktor ebben a péntek reggeli interjúban tulajdonképpen elismételte ezt az álláspontot, általánosan és mindkét félre vonatkozóan. félnek, hogy ilyenkor de tulajdonképpen a ugyan, idején. De hogy... tulajdonképpen, tulajdonképpen, ugyanezt mondta el, tehát ez a békebrukerség, vagy, 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 vagy ilyen tűzszünet, mediálás, ez azért hát mégiscsak közelebb van ahhoz az orosz állásponthoz, amely orosz álláspont az agresszor álláspontja, akárhogyan is nézzük. Uh, ugyanakkor uh, Zelenszki is uh, beszélt arról, két nappal az Orbán találkozó után, hogy egyrészt szeretne egy új békekonferenciát, és szeretné, ha azon már ott lenne Oroszország is. Orbán Viktor tartózkodott attól, hogy saját magának vindikálja ezt, hogy sikerült ezt elérni, de hát azért mégiscsak az van, hogy két nappal később van egy ilyen Zelenszki mondat, lehet-e valóban Orbán Viktor egy ilyen moszkvai, moszkva kijev közötti hírvívő? Tehát nem csak mediátor, hanem konkrét üzenetekkel ő rendelkezhet -e. Ugye mi Magyarországon elemzünk politikát, tehát nyilván sokat foglalkozunk a magyar miniszterelnökkel, ugyanakkor nekem egy régi nem tudom, beakadásom, vagy, vagy mondjuk azt inkább talán elegánsabb elemzői pozícióm, hogy azért azért érdemes időnként a külvilágra is kitekinteni, mert a saját hazai politikai történéseinket és a hazai politikai szereplőket is kontextusba tudjuk helyezni. Nyilván Zelenszki elnök is ismeri azokat a hangulatváltozásokat, amelyek a nyugati országok egy jelentős részére, nem mindegyikre, de jelentős részére jellemzőek, hogy, hogy van egy ilyen, ugye ukrajna fáradtságnak szokták ezt nevezni, hogy, hogy lanyhul a szolidaritás, hogy a pénzbeli és egyéb módokon katonai eszközökben megnyilvánuló segítséggel kapcsolatos kérdése, abban az értelemben felvetődnek számos ország közvéleményében, hogy meddig fog ezt tartani, és hogyan lehetne mégiscsak nyugvópontra jutni, juttatni ö, ezt a helyzetet. És ö, én azt hiszem, hogy ezt nem Orbán Viktornak kellett Zelenszkijjel közölnie, ő azért ezt feltehetően ö, pontosan tudja, ennyiből tett egy olyasfajta taktikai engedményt, hogy ha sor kerül valamilyen a tűzszünetről, majd a béke feltételeiről szóló tárgyalásra, nagy nemzetközi konferenciára, akkor azon legyenek ott az oroszok képviselői is. Én attól tartok, hogy még mindig ott van a valódi helyzet, lásd az előbb idézett Putyin nyilatkozatot, hogy viszonylag tét nélkül lehet ilyet mondani, hiszen nincs ilyen szituáció. Mm. Tehát ugye az oroszok azok, akik másképpen képzelik el ezt a dolgot, tehát Zelenszky tehet egy ilyen engedményt. Nyilván neki azzal is számolnia kell, hogy a saját országának a, a pszichológiai, katonai, anyagi erőforrásai meddig tartanak ki, és valamilyen hát, struktúrált végkimenetelt ö, neki is... Ö, neki is kínálnia kell. Szóval ez nyilván, ez nyilván terítéken van. Ugyanakkor Ukrajna és Magyarország viszonylatában szerintem egy dologról mindig fontos lenne beszélni. Ez pedig az, hogy én még azt is el tudnám fogadni, amikor azt mondja a magyar miniszterelnök, hogy, hogy nem orosz, meg nem ukrán érdeket képvisel, ha tényleg nem így lenne, hogy nem az orosz érdekhez közeli volna a magyar politika, hanem magyar érdek van. Csak hogy mi a magyar érdek? Ugye ennek a definiálásával szerintem adós továbbra is a magyar kormány. Tehát a létrejönne egy olyan tűzszünet, ami akárhogy is nézzük, de amit Orbán mond, amit Putyin mond, abból az következne, hogy lényegében az agresszornak oda adják a területeket, amiket meghódított. Hogy ez mit jelent a jövőre nézve? Ez azt jelenti, hogy bármelyik potenciális agresszor, és ö, Oroszország továbbra is ezek közé tartozna, azt az üzenetet kapná, hogy megteheti, hogy elveszi azt, ami kell neki, és némi szünet után mi akadályozná őt meg abban, hogy újra elvenjen valamit, ami kell neki. Éppenséggel egy ilyesfajta megállapodás a meleg ágya lenne. További fegyveres konfliktusoknak, Ukrajna területén is, és amit én nem látok be, és amiről szerintem szintén nagyon erőteljesen szólnia kellene a hazai belpolitikai vitáknak is, hogy Magyarországnak miért volna az érdeke, hogy egy olyan ténylegesen puffer zóna legyen Ukrajna, és nem egy megszervezett állam a szomszédunkban, amely folyamatosan ki van téve katonai agressziónak, ebből adódóan ott nincsenek külföldi befektetések, nem zajlik le egy külföldi befektetéseken alapuló ö, újjáépítés, ahol ö, nem szilárdulhat meg egy működőképes állam, mert nem lehet tudni, hogy mi fog történni. Egy átjáróház lesz, egy nemzetközi átjáróház, a újabb és újabb menekült válságokkal a közbiztonság meggyengülésével Miért jó ez Magyarországnak? Ugye ebben az esetben a magyar vállalatok sem tudnak részt venni például az újjáépítésben, és Magyarország számára is egy folyamatos biztonsági kockázat Ukrajna. Én értem, hogy akkor ezt mindig ki lehet majd tenni a plakátokra, meg lehet ezt a fajta félelemkeltést fenntartani, de közben ez olyan súlyos gazdasági közhangulatbeli, és annak megint csak van visszahatása a gazdaságra, kockázatokat rejt magában, amelyel kapcsolatban a viszonyát szerintem soha nem tisztázta az Orbán kormány. Ugorjunk egy nagyot vissza a magyar viszonyokra. A múltkori beszélgetésünket azzal zártuk, hogy igazából kíváncsian várjuk, hogy az ellenzéki pártok mikor és milyen következtetést vonnak le a választási kudarcból, és hogy Gyurcsány Ferenc levon-e bármilyen következtetést, illetve a DK, mint volt legnagyobb ellenzéki párt, amely ezen a választáson nem lett a legnagyobb ellenzéki párt. E, hát levontak valamiféle következtetést, ugye Gyurcsány Ferencnek volt egy Facebook monológia, majd utána adott egy igen érdekes interjút Rónai Egonnak. Szerinted, és akkor én most próbálok nem is idézni ebből, milyen tanulságot vont le személyesen Gyurcsány Ferenc, és milyen tanulságot vont le a DK? Hadi. Idézek két viszonylag friss, más típusú élményt, nem annyira párhuzamként, mint inkább hát ellentétként talán. Csütörtökön, tehát a mi beszélgetésünkhöz képest egy nappal korábban zajlott le a brit választás, ma reggere derülnek ki az eredmények, és a ugye nagy vereséget szenvedtek az eddig kormányon lévő konzervatívok, és az ő egyik meghatározó személyiségük, Jeremy Hunt, aki eddig pénzügyminiszter volt, hát éppen csak egy hajszálvékony többséggel tudta megnyerni a választókerületét. És ma a reggel azt mondta, hogy bizonyára a konzervatívokat sokkolja ez az eredmény, és talán igazságtalannak tartják, nem biztos, pontosan így fogalmazott, de ez volt a lényege azt, hogy ilyen mértékű vereséget szenvedtek. De ennek az okait elsősorban úgy kell keresni, hogy a saját tevékenységüket teszik mérlegre, azzal kapcsolatosan tesznek föl a kérdéseket, és azzal zárt ezt a gondolatsort, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy később visszanyerjék a bizalmat. Egy Másik uh, példa, amit felidéznék, ha szabad itt a Szabad Európában egy partizán interjút felhoznom, Eszé. Gulyás Márton interjúját Udvaros Dorottyával. Ta, ta, talán, talán messzire uh, vezetőnek tűnik, de nem az uh, a, a színház rajongásom és az Udvaros Dorottya ilyen rajongásomon mert Nekem politikai elemzőként is nagyon érdekes volt ez a beszélgetés. Egyrészt Udvaros Dorottya végig úgy beszélt uh, a Vigyánszki Attila uh, által vezetett nemzeti színház problémáiról, hogy egyetlen mondata sem kezdődött, úgyhogy én. Végig mások Kollektíve. sérelmeiről a társulat totért sérelmekről beszélt, kvázi az ő szóvivőjükként, az ő nevükben vetette be a saját személyes tekintélyet, és volt még egy mondat, ami az én fantáziámat nagyon megragadta, és én ezt azt hiszem, hogy fölírnám politikusok a fölé, ha lenne ilyen hatásköröm. Ez a Nemzeti Színház épületéről szóló részben volt, amikor Gulyás Márton azt kérdezte tőle, hogy hát mennyire tud azonosulni azzal, hogy az épület egy hajót formáz, amit egyrészt uh, udvaros Dorottya hát kinevetett, másrészt uh, azt mondta, hogy egy, uh, egy színház az ne hajó akarja lenni, a színház akarja lenni. És ezt azért érzem ide kapcsolódónak, mert uh, Szóval szerintem egy politikus, ha nyilvánosan megszólal, akkor ne politikai elemző akarja lenni. Fontos az elemzés, de amikor ő kilép a nyilvánosság elé, akkor nem elemző egy politikus. Tehát neki egy perspektívát uh -huh. kell nyújtania. Ne büntetőbíróság legyen, ne történész, vagy nem tudom, közelmúlt történész legyen. És akkor itt van a tényleges válaszom. Én azt látom, hogy a DK által levont következtetés az az, hogy hogy ők most egy olyan politikát csinálnak az elmúlt hetekben, amely politika 5 évvel, 10 évvel, 15 évvel ezelőtti politikai mérkőzések újbóli lejátszását ö, jelenti. Ö, tehát ezeket a, ezeket a már, már lezajlott mérkőzéseket akarják ö, újra megnyerni, kinyilvánítják azt, hogy nem Kívánják győzködni azokat, akik nem értenek velük egyet, és hogy e ugye, lejátszott meccsek során, ahogy ezt a kifejezést használják, a DK hát, három hete saját magáról beszél. Ez lehet egy választható politikai stratégia, senki nem vonhatja kétségbe azt a jogát a DK vezetésének, hogy erre az útra lépjen. Én nem pontosan látom, hogy tíz évvel ezelőtti ügyekről beszélő, saját magára koncentráló és saját magáról beszélő, és egyébként a vele egyet nem értők meggyőzését a feladatai közül kihúzó párt pontosan milyen kilátásokat remél attól, hogy ezt folytatja. És még egy dolgot hozzátennék, mert ugye az előbb hosszasan beszélgettünk Orbán Viktornak a, a újabb újraért, ön újraértelmezési kísérletéről. Én azért némi meghökkenéssel figyelem azt, megmondom őszintén, hogy június 9-e óta nem akarok igazságtalan lenni, de azt hiszem, hogy érdemi megszólalást azzal kapcsolatosan, hogy most mi zajlik az európai politikai szintéren, hogy mi Orbán Viktor stratégiája az uniós elnökséggel kapcsolatban, én nem hallottam. Júni, júni, június ellenzéki, ellenzéki, oldalról. ellenzéki oldalról. Pedig hát azért itt csak történt valami június 9-én, amiről mi is itt hosszan beszélgettünk, hogy ennek azért van jelentősége annak az eredménynek, és szerintem van tapasztalatunk arról is, hogy hogy milyen az, amikor amikor az ellenzék levonul a pályáról, mert éppen az aktuális sebeit nyalogatja. A 2023 nyár az így lett odaajándékozva Orbán uh -huh. Viktornak, szerintem nagyjából a 2022 nyár is így lett odaajándékozva Orbán Viktornak. Szóval feledésbe lehet úgy is, a feledés homályába lehet úgy is vonni a Fidesz június 9-i önmagukhoz képest nem sikeres szereplését, hogy egyszerűen Hagyják, hogy, hogy Orbán válasz nélkül újra keretezze ö, saját magát. Szóval hozzá kell tenni, hogy július 6-án, tehát szombaton, a mi beszélgetésünkhöz képest holnap lesz Magyar Péternek egy rendezvénye, ami, ha jól értelmezem, valamilyen program ö, meghirdetését is magában foglalja. Tehát mondjuk ez egy olyan esély, vagy hogy is mondjam, ez olyasmi, amit várakozással követhet, mondjuk a magyar politika iránt érdeklődő közönség, hogy ott mondjuk egy Facebook posztnyi, vagy Facebook kommentnyi ö, reakción kívül valami más is el fog e hangzani azzal kapcsolatosan, ami szerintem amúgy a legfontosabb lenne, vagy a, olyan témákkal kapcsolatban, amelyek a legfontosabbak lennének ma a magyar politikában. Az ellenzék egészére nézve, milyen hatása lehet annak, hogy Gyurcsány Ferenc ebben az említett interjúban gyakorlatilag két bűnöst nevezett meg. Az egyik azok a kisebbségek, akiket ők idáig képviseltek, és ami nem élvezi az ő elmondása szerint a magyar társadalom többségi támogatását, illetve a független magyar sajtó. Ez a két ág volt, amit igen erőteljes kritikával illetett. Lehet-e mindennek az a következménye, hogy mondjuk felismeri bármely ellenzéki formáció, hogy viszont így képviselet nélkül marad egy igen nagy réteg? mert Orbán Viktor nem képviseli, a Fidesz nem képviseli a képviselőségek jogait. Én eddig nem láttam Magyar Péter megszólalásaiban sem, hogy ez az irány eljönne, sőt, bizonyos közösségektől kifejezetten tartózkodik Magyar Péter, például az LMBTQ közösségtől. Szóval lehet-e akár ennek az egésznek az a következménye, hogy valaki ráismer annak arra, hogy itt van egy piacirés? Én ebben a megszólalásban, ami a LMBTQ közösségről szólt, én egy olyan ellentmondást véltem felfedezni, hogy hát hiszen ő, Gyurcsány Ferenc megnyilatkozásai alapvetően arról szóltak, hogy ők a rossz választási szereplés ellenére szilárda hisznek abban a politikában, amit eddig vittek. Ehhez képest mégis jelezte, hogy bizonyos ügyekben változtatnak a politikájukon, most akkor vagy szilárda hisznek benne, vagy változtatni fognak rajta. És a személyes érintettségemen túl, most ezt nem akarom eltagadni, annyiból én szintén meglepőnek találtam ezt a, ez ugye a Rona adott interjúban hangzott el, hogy a, hogy a változtatás, hogy a, hogy a, többségi véleményhez való közeledés ügyében Gyurcsány Ferenc éppen ezt a példát emelte ki. Én értem ezt a dolgot, tehát a baloldalon nemzetközi térben is az egy téma, az egy vita, hogy mennyire a, a kisebbségi Csoportok védelmi, védelme értelmében bet identitáspolitikát kell képviselnie a baloldalnak, vagy mennyire kell egy olyasfajta osztálypolitikához visszatalálni, ami, ami társadalmi többség képzésére alkalmas. És ez egy nagyon komoly vita, szerintem elég veszélyes vita is amúgy a baloldalon, hogy ez a két dolog összeegyezthető e vagy sem. Magyarországon egyébként Földes Györgynek volt néhány hónapja egy dolgozata, ami a többségi érdek felé való visszatalálást ö, ö, jelölte meg fő irányként, de én például készítettem interjút ezügyben Földes György elő, nagyon határozottan azt mondta, hogy egyébként ez összeegyeztethető azzal, hogy vannak kisebbségi jogok is, amelyeket ugyanúgy képviselnie kell a baloldalnak, lehet, hogy máshogy kell kitenni a hangsúlyokat, de egyébként az emberi méltóságból és egyenlőségből, Lendvai Ildikó erről beszélt egyébként, Vel is készítettem egy interjút, onnan tudom. Öm, hogy, hogy, ez a két dolog nem feltétlenül ütheti egymást. Ugye Gyorsány Ferenc sem azt mondta, hogy akkor ők most örökre levonulnak, és soha többet nem fogják az LMBTQ közösséget képviselni, de azt mondta, hogy azt el kell fogadni, hogy a magyar társadalom többsége heteroszexuális nő-férfi kapcsolatként képzeli el a, nem csak a házasságot, hanem hát az együttélést is, és ő progresszív politikusként sem érzi feladatának, hogy erről, ennek az ellentétéről bárki mást mm -hmm. meggyőzön. Hát most nyilván szerintem egyetlen LMBTQ közösséghez az ember sem akarja meggyőzni a többi embert, hogy akik heteroszexuálisak, hogy ők ne férfinő kapcsolatban éljenek. Tehát ez a történet nem erről szól, hanem arról szól, hogy mondjuk mi van az örökbefogadás ügyével, meg mondjuk lehet-e házasságnak nevezni férfi-férfi vagy nő-nő együttélési formákat. És ezzel kapcsolatosan, ha ugye egy párt nem akar mást meggyőzni, akkor az azt jelenti, hogy ő ezeket az ügyeket nem fogja képviselni. Az én olvasatomban ez legalábbis ezt jelenti. A kérdésem kicsit arra is És irányult, igen, hogy, akkor hogy a így... Például a momentumnak jelenthet -e egy túlélést, egy ö, újraértelmezést, azt, hogy ha már a választás előtti utolsó hónapban kifejezetten liberális pártként definiálták magukat, akkor úgymond lecsapjanak erre. A résre, és azt mondják, hogy akkor mi vagyunk viszont azok, gyertek ide hozzánk, akiknek fontos a kisebbségi jogok képviselete, és mi leszünk, és ebből lehet-e politikai terméket, valódi ellenzéki alternatívát felmutatni? Hát az egyszerű válaszom az, hogy lehet. Ugye a politika az egy kínálati piac. Tehát, ha valaki megcsinálja, akkor akkor lehet, hát ez, ez, a politikai közönség létezik, ahogy egyébként én azt gondolom, hogy ilyen nis, tehát ilyen résbe, lefedetlen választói elvárásba behatoló politikai kínálatot akár a baloldalon is lehet csinálni. Ugye a a baloldali, lásd Jeremy Hunt, hogy először saját maguknak kell a kérdéseket feltenni, hogy visszanyerhető legyen a bizalom. Ugye a, szerintem a, a baloldalon azt a kérdést kellene saját maguknak föltenni, mindenkinek, aki baloldalinak gondolja magát, hogy nem arról van ez szó, hogy... A baloldal, mint olyan elutasítása helyett ezt a konkrét baloldalt utasították el, és nem összességében a választók, hanem a baloldali választók nem tartották baloldalinak azt az ajánlatot, amit kaptak, vagy nem ezt a baloldali ajánlatot akarták -e kapni. És így aztán ugyanúgy, ahogy egy emberi jogi értelemben vett liberális, úgy egy szociális, gazdasági, emberi jogi értelemben progresszív, illetve baloldali ö, ajánlatot baloldali emberek is ö, tehetnek, tehát újra szervezhetnek pártot, vagy elindíthatnak pártot. Szerintem olyan soha nincsen, hogy erre nincsen lehetőség. Van, amikor erre több esély van, uh -huh. van amikor erre kevesebb. Én azt gondolom, hogy, ha blokkosodik a magyar pártrendszer, akkor pont az ilyen lefedetlen szavazói rétegek, amelyek arra lennének kényszerítve, hogy már megint befogott orra szavazzanak, azok képességgel nyitottak lehetnek arra, hogy legyen legyen valami olyan ajánlat a politikai térképen, ami kifejezetten és direkt nekik szól, hogy mondjuk egy történelmi példát, nem annyira régi történelmi példa, de hát mondjuk az MSP, az MSP Fidesz versengés 90-es évek, 2000-es években zajló versengés idején ott volt az SDS, egy speciális ajánlattal, nyilván csak az MSZP-vel volt koalíciós képessége, de azért mást képviselt. És voltak helyzetek, amikor ez tényleg megmutatkozott, amikor nem mutatkozott uh -huh. meg, akkor meg fölmarzsolódott a párt. És a, és az MDF is, ugye a politikai halálból visszatérve 2002 után, azért éveken keresztül tett egy másféle, egy egy értékkonzervatív típusú ajánlatod, úgy, hogy akkor a két nagy párt a Fidesz és az MSZP, hát a 2006-os választáson a 85%-át ez a két párt megszerezte a voksoknak, és mégis elfért mellettük két másik uh -huh. irányultságú párt. Szóval a, a politika az, az egy nyílt végű folyamat. Tehát ha, ha van erre képesség, van erre hajlandóság, van erre akarat, fantázia, akkor szerintem igen, pontosan a, az ilyen nyilatkozatokból, vagy az el nem hangzó nyilatkozatokból levezethető módon lefedetlenül marad szavazói csoportok felé érdemes lépéseket tenni, ha valaki ilyet szeretne csinálni. Egy utolsó téma, amiről szeretném még, hogy beszéljünk, ez pedig a független sajtó helyzete, és nem szeretném, hogyha ez most Ebben a sajt vagyok, sajtó igen. önmagával foglalkozással lenne ez. De az, hogy a Független sajtó, már eleve kérdés, hogy ugye ezt ki hogy értelmezi. De most gyakorlatilag több oldal által támadás, politikai támadás alatt áll. Propagandistázva van innen vagy onnan. Meg van kérdőjelezve a szakmai hitelessége, és politikai motiváltság van minden mögé láttatva. Ez az egész magyar közéletre, a politikai diskurzusra, a választók. Tájékoztatására, arra, hogy elhiggyék nekünk, hogy amit mondunk, azt azért mondjuk, hogy ők tisztán lássanak. Miként hat, és miként lehet a sajtónak ebből kimozognia magát, vagy ez nem a sajtó dolga? Nyilván itt is lehet egy nagy elméleti keretet fölvázolni, tehát az, hogy a sajtó az hatalmiákként funkcionál-e, hogy a szerkesztők politikai ízlése az mennyire határozza meg azt, illetve a képességük és a szándékuk arra, hogy ezt kontrollálják, mennyire határozza meg azt, hogy mi lesz hír egyáltalán, és hogy, és hogy azt milyen módon találják, ez természetesen nagyon súlyos viták tárgya. Hozzáteszem, a Magyarországon kívüli Sajtóval, médiával kapcsolatos problémáknak egy, egy fontos összetevője az is, hogy miközben a sajtó sokszínűsége és a, és a különböző médiafelületek egymással folytatott versengése is meghatározza azt, hogy um, hogyan, hogyan um, um, tálal a média híreket, hogyan viselkedik, hogy akkor most objektivitásban vagy katintás számban versengünk, hogy hogyan vezet ez, a, a politikai élet olyasfajta érzékeléséhez, hogy ez olyan, mint egy valóságsó, mint egy szaponopera, hiszen úgy tudom eladni, hogy minél, minél inkább a személyi összefüggésekre koncentrálok, és furcsaságokat, érdekességeket, botrányos dolgokat tálalok, Szóval ez mind meghatározó, de mondjuk a, a nyugati világban egy komoly probléma, hogy, hogy hatalmas. Ha nem is média monopóliumok, de hát hatalmas konglomerátumok jönnek létre egy-egy ember ö, őrületes befolyásával. Hát Szerintem ez éppensége lehet, hogy sokkal nagyobb uh -huh. probléma az, mint hogy egy-egy szerkesztőségben ö, mi történik. Ö, és Magyarországon persze szintén fölvethető az, hogy ö, pláne ugye ez egy, ez, egy, ez egy, nagyon kicsi kávéház, ez a Magyarország, ahol tényleg mindenki ismer mindenkit jó formán, ahol, ahol még azonban ez a, ez a kicsi ö, médiabeli ö, közösség is sok irányba földarabolódik, Ebből adódnak egyrészt érdekellentétek, másrészt, másrészt azt hiszem, hogy ez rögtön nagyon nehézé teszi azt a, azt a fajta beállítást, hogy itt akkor valamilyen egységes akarat szerint ö, bizonyos típusú médiatermékek, ö, ö, együttműködő módon lejáratnak kell tehát valójában relatíve kis szerkesztőségek is rivalizálnak egymással, tehát még csak nem is ugyanaz az érdekük. Tehát ez a beállítás, ez még ebben az értelemben nem is, nem is igaz. De nem akarom ezt nagyon taglalni, szóval csak azt akartam érezni, hogy értem, hogy a média és a politika viszonya az miért ö, ö, problematikus. Vagy miért vett fel kérdéseket, és szerintem erről lehet és érdemes vitatkozni. Itt van, van két dolog, amit azonban fölvetnék. Az egyik a, az egyik egy kicsit az abszurditásba hajlik, a másik meg, meg a sajtó dolgára vonatkozna. Üm, ugye a magyar Péter a 444-et, hogy megint egy másik média felette például, az a 444-et ugye DK-preszként apostrofálja. Üm, Gyurcsány Ferenc a DK elnöke pedig politikai ellenfélnek nyilvánította a 444-et. Most itt azért én is széttárom a kezemet, hogy akkor, akkor itt pontosan üm, mi volna a megoldás. Üm, és feltétlenül az a helyzet, hogy a Magyar Péter hívei azt látják, amit Magyar Péter mond erről, és a DK hívei meg azt látják, amit Gyurcsány Ferenc mond erről, és nem kapcsolják össze a két információt, hogy valamit nem stimmel, uh -huh. hogyha a politikai ellenfelek ugyanazt a uh, média felületet nyilvánítják egyaránt politikai ellenségnek azért, mert szerintük a másikat támogatja, Tehát akkor, akkor lehet, hogy itt az érzékelésben valami nem, nem áll össze, és Kisebb, nagyon mértékben azt hiszem, hogy ez más médiafölöttekhez való viszonyulásban is ö, meghatározó, hogy mindenkinek az fáj, ami vele kapcsolatban megjelenik, miközben lehet, hogy az az újságíró, az pontosan ugyanolyan módon kérdezi meg a másik politikust is, csak az természetesnek és helyesnek tartják. Márkos László mondta, már hoztam egy színész példát, egy, neki is volt egy életrajzi könyve a 80 as években, valami olyasmit mondott, hogy a jó kritikát az természetesnek tartja. A rossz kritikán megbántódik, ami egy színésztől egy elfogadható kedves, szellemes mondat, egy politikustól azt hiszem másképpen veszi ki magát. És ami a feladatát illeti, én azért tudnék um, méltányolni um, visszafogottabb megnyilvánulásokat politikusoktól, mert uh, hosszú évek tapasztalata az, hogy uh, az újságírók által feltárt botrányos ügyek úgy jelennek meg a politikai napirenden, hogy hát politikusok reggel elolvassák a híreket, és aki előbb ad ki közleményt, az kerül be az esti sorokba. Ezt nem nagyon tudom szépíteni. Magyar Péter szerintem egy új szintre emelte, és ezt elismerőleg mondom, egy új szintre emelte a, a, a korrupció kritikáján alapuló populizmust, Na de azokat a korrupciós ügyeket kitárta föl, ha nem a sajtó. Ahogyan a DK-s politikusok, természetesen, ahogy más ö, pártok politikusai is, a sajtó által döntően a sajtó által feltárt ügyeket viszik be a televíziókba, a rádiókba, az újságokba, ugye a Súlyok-Tamás ügy kapcsán pontosan beszéltünk is arról, hogy mennyire ö, kirívó eset, hogy egy párt saját maga végzett el egy ilyen tényfeltáró munkát. Természetesen össze lehet rúgni a port a sajtóval, vagy lehet ebből politikát ö, csinálni, de lefogadom, hogy ezek a politikusok ezután is be fognak menni a médiába, és ezután is fogják használni a médiának a, a tényfeltáró munkáját. Jelzem, öm, csak hogy még egy, még egy készített interjút ide hozzá, a és Labanino Rafaellel beszéltem, és ők pontosan azt mondták el, azt hiszem talán ezt Unger Anna mondta, hogy az egyfajtája a túlélési stratégiának ö, nehéz helyzetbe került pártok esetén, hogy a médiában akarnak élni és tovább élni. És azért én szeretném jelezni, hogy ezek a pártok, amelyek, ö, amelyek a médiát ö, állítják most pellengére, ezek a közösségi médián kívül médiafelületeken mondják el, hogy milyen borzalmas a média. Magyar Péternek van egy elszállása arra, hogy folytatja az országjárást, és hogy megszervezi a pártját, tehát ő neki van egy, hogy mondjam, egy fogadalma arra, uh -huh. hogy ő valami másféle pártszervezési stratégiával fog élni, de az eddigi tapasztalat az, hogy a sajtót kritizálók, azok ezt a sajtó a sajtóban mondják teszitek. el, és, és egyébként pedig a saját politikai mondandójukat a, a sajtó által feltárt tényekkel igyekeznek majd alátámasztani. És igen, amire rákérdeztél, hogy természetesen, hogyha ö, kölcsönösen lejáratják egymást azok, akik egyébként mind azt mondják, hogy, hogy ők a demokrácia ügye iránt elkötelezettek, akkor akkor nem nagyon van mit csodálkozni azon, hogy azok az autoriter erők, amelyek nem megjavítani akarják a demokráciát, hanem a demokrácia problémáira hivatkozva szeretnének ö, tekintélyelvű hatalmat kiépíteni, hogy azok ö, újult terővel fognak majd felbukkanni és bejelentkezni a hatalomért. Ennek ez is a következménye. Lakner Zoltán, köszönöm szépen. Ez volt az elemző Benyó ritával és Lakner Zoltánnal. Viszontlátásra, viszont, látásra, viszont szavazás előtt 20 ezer forintot fog adni mindenkinek, aki ő rá szavaz. Inkább lélekben vagyok Fideszes, ugye, tehát mint az indulónként folyamatosan függetlenként indulok, de lélekben is hozzáállásként inkább Fideszes. Miért? Hő, nincsen baj nekünk a Fidesz kormányal. Most is megveszi őket pénzzel, hitelt ad, a szavazásokat, ö, már előre bolba hitelt adnak nekik, meg pénzeket. Mennyi pénzt ad a szavazatokért? Hát össze-vissza, attól függ. Figyelj, családok adtak 8 millió. A pénzeket fizet. Mert? így meg tovább így meg Ön azt állítja, hogy ő nem követette a választási csalást. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy – Mennyire mocskos a, a kampányidőszak? – Durván. Itt új Szent durván. Ez az elmúlt két év életem, életem legnehezebb két éve volt, és legcsúnyább és legbrutálisabb kampánya folyt az elmúlt időszakban. Fideszes falvak borsodban kifinomult módszerekkel ügyeskedő polgármester jelöltek. A Szabadonban most megmutatjuk azt is, hogyan érik el a helyi politikusok, hogy a voksok oda kerüljenek, ahová ők szeretnék.